Letették az új úszoda alapkövét Csengerben. A gyerekek most még csak a táblát nézik, de 2017. februárjában már úszhatnak is a két új medencében. A csengeri városképbe illeszkedő makovec stílusú új létesítményben egy 25 méter hosszú, 6 pályás, 1,9 méter mély úszómedence, valamint egy óvodai tammedence is helyet kap a hozzátartozó kiszolgáló egységekkel. Mivel hozzánk Párcium is közel van, a párciumi iskolák, Szatmár Németi és környező települései, ezért onnan is fogjuk várni a kedves gyerekeket, diákokat, felnőtt lakosságot ebbe az úszodába. Nagyon fontos az is, hogy a gyerekek egy új sportággal fognak megismerkedni, hogyha az úszoda megépül, méghozzá a vízilabda szakosztályt fogjuk elindítani nekik. Ebbe Dala Tamás válogatott olimpikon fog majd benne segíteni. A polgármester az átadó ünnepségen elmondta, a város felnőtt lakosságának közel 50%-a nem tud úszni. Több gyermek gerinc problémákkal küzd a térségben, így régi álmuk valósul meg most ezzel a 442 millió forintos állami beruházással. Boros Anita államtitkár helyettes elmondta, az állami fejlesztések nem állnak meg. A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében először első ütemben 78 projektet valósítunk meg 38 milliárd forint értékben, és aztán a második ütemet már tervezzük. A 2017-es költségvetés valóban tartalmazni fog majd sarokszámokat, tehát látjuk, hogy erre a beruházás típusra is lesznek majd forrásaink. Az, hogy pontosan mennyi és hogy pontosan hány létesítményt tudunk megvalósítani, ezt majd az országgyűlés fogja tudni eldönteni, amikor a költségvetési törvényről szavaz. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében Baktalúrádházán, Csengerben, Fehérgyarmaton és Kemecsén ilyen tanúszoda épül, Aranyos-Apátiban pedig tanterem.